Húsvét vasárnap ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. Fuchs Mártával, néprajzos muzeológussal beszélgettünk a nagy hétről és annak jelentéséről, az ide kötődő ünnepi hagyományokról, szokásokról. A húsvét a keresztény egyháznak az egyik legnagyobb sátoros ünnepe, ugye a karácsony mellett. Magáról a húsvétról azért érdemes tudni, hogy egy mozgó ünnep, és két nagyon fontos időpont is kapcsolódik hozzá. Az egyik az maga ugye a nagybőjtnek a kezdete, amiről már többször beszéltünk, és 46 nappal előtte kezdődött meg, 40 napos bőjtel. Aztán a másik, ami kapcsolódik hozzá, a húsvét vasárnap utáni 50. nap a pünkös. Tehát meghatározza mind a két nagy ünnepnek, vagy mind a két nagy hagyománynak az időpontját. A húsvét konkrétan, ha a vallási oldaláról indulunk ki, akkor tudjuk, hogy Krisztus feltámadását ünnepeljük, és az egész nagy bőjt és az egész rákészülés, az pedig magának a krisztusi szenvedés megélésének az időszakát jelentette. Ez az egész Krisztus szenvedései az utolsó héten, a nagy héten csúcsosodnak ki, tehát az egy kiemelt időszak még magán a nagy bőjtön, illetve a húsvéti időszakon belül is. A nagy hét maga a nagy hét időszaka virágvasárnappal kezdődik, a húsvét vasárnap előtti vasárnap, és ezen a napon az egyház, illetve a Biblia szerint Krisztusnak a Jeruzsálembe történő bevonulását ünnepeljük. Tehát ezzel gyakorlatilag, amikor Krisztus a pusztából visszatér, elfogadja azt az áldozatot, amit az Úr, az Atya rá mér, és elkezdődik tulajdonképpen az egy hétig tartó, mondhatni passió szenvedés története, amit megint csak ugye nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombaton teljesedik ki. A nagy hétnek mind lelki, tehát mind a fizikai megtisztulás, mind pedig a lelki megtisztulásban nagyon nagy szerepe van a húsvét előtt. Itt egy kicsit akkor átérnék arra, hogy a néphagyomány és hogyan kapcsolódik magához ez a vallási liturgiához. A fizikai megtisztulás az egyrészt magát a bőjtből eredően, ugye ahogy csökkent a bőjt, és akár a nagy hétre maradt, vagy az utolsó négy napra, vagy nagypéntekre megmaradó, nagyon szigorú bőjt megmaradt, tehát ennek a testi megtisztulásunk is azért egy része, a másik pedig magának a fizikai környezetünknek a teljes megtisztítása. Azt kell ez alatt érteni, hogy ebben a nagy héten a házakat kitakarították, kimesszelték, betapasztották a lepotyogó vakolatokat, ilyenkor az állatokat, a trágyát kihorták, új szalmát raktak az állatok alá, tehát mindent, amit lehetett, a lakó környezetében az emberek tisztává, széppé, egészségessé varázsoltak, úgymond, ami egy kicsit ennek a nagyheti megtisztulásnak, ez is egy velejárója volt, hogy ezzel is előzzük azokat a betegségeket, illetve egészség megőrző formulákat használjuk. A fizikai megtisztulás mellett a húsvéthoz, mire elérünk, illetve a feltámadáshoz, nagyon fontos volt, hogy gyónni, meg kellett gyónni, tehát a húsvéti misére, az áldozáshoz már úgy lehetett járulni, hogy túl voltunk a gyónáson, egy szent áldozáson, és ez pedig a vallási részen tartozott nagyon komolyan a nagy hétnek a vallási szertartásaihoz. Húsvétnak a három szent napját nevezzük nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombatnak, és tulajdonképpen utána a vasárnappal megtörténik a feltámadás. A három nap az alapvetően a nagy csütörtökön nagyon szorosan kötődik az egyházi liturgiához, a néphagyománynak a szokása is ugyanúgy kötődnek, tehát megkerülhetetlen, hogy ezekről egy pár mondatot szóljunk. A Biblia szerint nagy csütörtökön történik meg, zajlik le az utolsó vacsora, amikor Krisztus az apostolaival eltölti, aztán a Getsemáni kertbe együtt éjszakázva, tulajdonképpen vért verejtékezve Krisztus felkészül a rá váró szenvedésekre. A nagy csütörtöki egyházi liturgiában szintén fontos, hogy ez az utolsó átváltozás, tehát magyarán, amikor Krisztus felajánlja, hogy vele együtt elfogyasztott borral és kenyérrel, hogy ez lesz az ő teste és a vére, tulajdonképpen ez az eukarisztika, ez az új szövetség megköttetik az emberiség és Krisztus között, tehát innentől kezdve, ha azt mondjuk, hogy aki bennem hisz és általam elfogadja ezeken a szent áldozásokon a bort és az ostját, az igazából üdvözülhet. Ez azért fontos, mert
az úrvacsora után itt válik el egyébként a zsidó vallás a későbbi keresztény vallástól. Ez egy nagyon komoly egyháztörténeti vallási magyarázat, hiszen ha belegondolunk, a Biblia két része az Ószövetség, illetve az Új Szövetség, és tulajdonképpen innentől kezdve ezzel az Új Szövetséggel Krisztus nem csak a zsidók messiása, hanem az egész emberiség megváltójává lépett elő. Tehát a kereszténység innentől kezdve úgymond világhódító útjára elindulhatott. Ennek ezért van óriási jelentősége. Nagypénteken, tehát nagypéntek végül is a keresztény világnak a legnagyobb gyásznapja, hiszen Krisztus halálát, passióját és halálát éljük végig. Minden ehhez tartozik, tehát nem véletlenül, hogy a legszigorúbb bőti nap, ami a mai napig megmarad. A régi időkben ezen a napon kenyeret, sót ettek, babos lencs, és tehát növényi kásaételeket, illetve zabkásákat, búzakásákat ettek az emberek, és egészen az újkorig, sőt néha mai napig is van, akik idősek, tartózkodnak akár a teljes, illetve a tojásos ételektől is. A nagy szombat az tulajdonképpen a sírban eltöltött időnek a napja, az egy várakozás, és itt fontos arról a külön idő kezelés, a különbségéről beszélni, ami a keresztények, illetve a zsidó liturgiában van. Ugyanis a zsidóknál a nagy szombat estéje után, a napnyugta után már a következő nap számít. Tehát a harmadnapra feltámadó Krisztus az tulajdonképpen a vasárnapnak számít, a nagy szombat estéje, és innen számolódik. Végül is ezt a keresztény egyház is megtartotta, tehát egészen az újkorig a feltámadási körmeneteket már nagy szombat este, vasárnap, úgymond vasárnap tartották meg, ez mára átcsúszott ténylegesen húsvét vasárnapra. Nagyon fontos a tűznek a szerepe a húsvéti misén, a feltámadási misén, hiszen a meggyújtott gyertyák, ezek mind-mind Krisztust jelképezik a templomba, tehát ezeket a 4-5 kilós nagy templomi gyertyákat ezen a napon gyújtották meg. Ugyancsak ezen a napon gyújtják meg a különböző mágiákat a templom körül, tehát ez mind-mind a fényjövetele Krisztusnak az eljövetelét, újra feltámadását jelképezte. Nagyon fontos nagy szombaton az ételszentelésnek a szokása. Általában sonkát, tojást, tormát, sót, kalácsot raktak a vasárnap elfogyasztott, vagy ugyan a nagy szombat este elfogyasztott ételbe, amit mindig a Szent Mise után megszentelt a pap. Ezeknek az ételeknek mindegyiknek külön jelentősége van, és tulajdonképpen ez párhuzamba állítható a zsidó Peszáknak az ünnepével. A nagy hét vége fele, tehát nagy szombat, illetve a vasárnaphoz tartozó ünnepekkor szintén a néphagyományban abból a tűzből, amit a templom mellett vagy a templomban meggyújtanak, ebből kezdik meg az esti főzést. Ez egy nagyon komoly hagyománya volt a háztartásoknak, az új tűz megjelenésének otthon, és ugye ezen indul meg a főzés. Voltak kifejezett munkatiltások ezeken a napokon, például a tyúkültetéstől kezdve a lovak befogása, ez mind-mind dologtiltó volt, és voltak olyan munkák, amelyeket kifejezetten nagypénteken, nagy szombathoz kapcsolódóan lehetett csinálni, például nagy héten krumplit vetettek mindig az emberek, az állatok herélése ebben a hétben történt meg, ugyancsak például a billogozást ezen a nagy héten csinálták meg az emberek, vagy az állatoknak a vízbe való megtisztítását, a lányoknak egészségmegőrző szokásokat, mint az arcmosás, a hajfésülés. Tehát olyan egészségvédő, a betegségek gonosz távol tartó rituális cselekedetekről van szó, ami az egész háznak, illetve az állatok és a növénytermelésnek az egészségét és megóvását segítette elő. Húsvét hétfőnek a szokása, ez is egyfajta egészségmegőrző és kifejezetten termékenység elő segítő rítus volt. Ugyancsak a húsvéthoz tartozott a szentelt víznek a hazavitele, tehát az egyház által megszentelt szentelt vizet is vittek haza a gyerekek,
gyerekek, az otthon maradt öregeknek, és ezt a szentelt vizet egész évben használták, ugyancsak az állatoknál a földeket az itatókba tették bele, magukra is, a betegek is fogyasztották. És ehhez kapcsolódik maga a víznek, mint tisztító erőnek a szokása a locsoláshoz, tehát nem véletlen, hogy a fiatal lányokat szokták meglocsolni, hiszen az ő számukra volt a párválasztás, az egészség megőrzés, illetve a termékenységnek az előidézése. A tojás, mint szimbólum, húsvészhoz kapcsolódó szimbólum, ez együtt van, együtt található tulajdonképpen a zsidó Peszáknak az ünnepével. A tojás, mint olyan, az egy sokkal régebbi termékenység szimbólum, mint maga a kereszténység, ahogy kialakult. Tehát a kereszténység előtti kultúrákban a tojás az egy nagyon komoly életjelképet szimbolizált egyébként. Maga éppen ezért a keresztény hagyományban, amikor keresték azokat a jelképeket, amit Krisztus tudják helyettesíteni, és át tudják transformálni a régi hitvilágot egy újba, ez egy nagyon sikeres és jó dolog volt, mint az életjelképét Krisztus jelképévé átformálni. Tehát maga a tojás az a feltámadó természet, a feltámadó újjászülető Krisztusnak is a jelképe. Nem véletlen, hogy a tojást nagyon sokáig a történeti feljegyzésekből tudjuk pirosra festették. A piros szín az mindig az áldozatnak, akár a zsidó bárány áldozat, akár a bármilyen áldozatnak a jelképe, és magában a tojásban az emberekért életét feláldozó Krisztusnak a jelképe, a tojásnak a piros színe. Alapvetően a Nyugat-Európában a tojásfestésnek csak egy színű szokása élt nagyon sokáig. Kelet-Közép-Európában feljegyzések vannak a különböző írott tojásoknak az elkészítéséről, tehát amikor viasszal, régen ugye gicával, mélyviasszal, később parafinnal festették a tojásokat, és a festés után ezt a mélyviaszt vagy parafint, amikor leolvasztották a tojásról, alatta az a szép fehér szín ez előtűnt. Az élelmiszeripar fejlődésével lettek egyre színesebbek a húsvéti tojások is, ami nem csupán az ünnepi fogások, hanem a locsolkodás része is.